56-osok terére az 57 óta működő Nemzeti Galériát. Évtizedes tervek születtek már eddig is az Andrássy útra helyezett múzeumi negyedtől a meg nem valósult kormánynegyed kiállítási bázissá alakításig. Most a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, mint kinevezett kormánybiztos lett megbízva egy 6 éves tervvel. Bán László tervei szerint ugyanis egy nemzetközi tervpályázatot írnak ki 2 új múzeum épületre, melyek 2017-re valósulnak meg. Az egyik egy új képtár lenne, ahol a Szépművészeti Múzeum és a galéria 19. század közepe után keletkezett magyar és nemzetközi anyagát mutatnák be. Míg a Szépművészeti mostani épületébe a korszakhatár előtti magyar és nemzetközi anyag kerülne, szintén vegyesen a magyar és a nemzetközi alkotások. A cél a magyar művészet nemzetközi kontextusban történő bemutatása, mint ahogy kevés kivétellel a világ nagy múzeumaiban együtt mutatják be a nemzeti és a nemzetközi anyagot. A koncepciót 2012 nyarára kell elkészíteni a kormánybiztosnak kinevezett Bán Lászlónak, akinek 2013. novemberéig tart a kinevezése. A Magyar Nemzeti Galéria 2012. február 29-éig várja látogatóit.